Ez a film a Pécset szerkesztett irodalmi művészeti folyóirat a jelenkor fennállásának 35. évfordulója alkalmából készült. Ám a város irodalmi hagyományai messzebbre nyúlnak vissza az időben. A magyar irodalom olyan nagyjai alkottak itt, mint Janus Pannonius, Babits Mihály és Vörös Sándor. Az 1930-as években a szervezett irodalmi élet is megerősödött. 1941-ben indult meg a Sorsunk című folyóirat Várkonyi Nándor szerkesztésében, Vörös Sándor, Csorba Győző és mások közreműködésével. A Sorsunk túlélte a II. Világháborút, egészen 1948-ig létezett, amikor azonban a politikai fordulat következtében működése ellehetetlenül. Néhány lapszámot ért meg, a Katkó István szerkesztette Dunántúl, majd hamarosan, ugyancsak Dunántúl néven újabb folyóirat jelent meg Pécset. A Szántó Tibor által szerkesztett lap 1956 végéig működött, amikor fekete színű címlappal jelent meg a forradalom leverésére emlékezve. 1958. októberében indult útjára a jelenkor, amelynek története Pécs és a tágabb környék kulturális életének, valamint a magyar irodalom történetének nélkülözhetetlen részévé vált. Országos jelentőségre a 60-as évek elején Tüskés Tibor főszerkesztői munkássága idején tett szert, majd a 70-es évek második felétől Szederkényi Ervin irányítása alatt a jelenkor a kortárs magyar irodalom elsőrendű fóruma lett. A lap múltjáról, jelenéről, jövőjéről, irodalomról, személyes sorsokról beszél Csorba Győző költő, Bertók László költő, Csordás Gábor író, műfordító, Parti Nagy Lajos költő, író és Csuhai István kritikus, a folyóirat jelenlegi főszerkesztője. Most a jelenkor kezdete meglehetősen hivatalosul. Nem akarok itt neveket említeni, de a pécsi irodalom második vagy harmadik sorából kerültek ki a szerkesztői, amíg eljutottunk odáig, hogy a normális irodalom ismerők vették át a lapot. Itt elsősorban Tüskés Tiborra gondolok, aki hosszabb ideig szerkesztett a lapot. Később azonban, ahogyan én is tudom, Acél Györgynek a közreműködésével állandó kifogások voltak különféle közlések ellen, így például Kassákot közöltünk, és méghozzá ilyen véleményem szerint egyik legszebb versét, viszont Kassák akkor már kezdett nem jó. És akkor ezen kívül is közöltünk olyan cikkeket, amik miatt Tüskés Tibornak szinte folyamatosan jelentést kellett tenni a pártbizottságnak, hogy miért közöltük a feliratot, illetve a cikket, és azután elkezdődött a Tüskésnek a kurása, kelemetlenkedés ellene olyannyira, hogy végül is a szerkesztőségből leváltották. És akkor a folyóiratnak végre kialakult a későbbi profilja, mégpedig Szederkényi Ervin főszerkesztésével, akinek semmi szerkesztő gyakorlata nem volt, de a főiskolán, akkor a pedagógiai főiskolán ott tanított, és onnan került át, mint megbízható ember a laphoz. Kezdetben így is viselkedett, mint egy megbízható ember, ezt úgy értem, hogy nem tudott összhangba kerülni a szerkesztő bizottsággal, mert például közölte, hogy 5 órakor kezdődik a szerkesztő bizottság
üdése is erre negyed hatkor vagy fél hatkor beballagott Lázár elén, kicsit sántítva, mert kiderült, hogy útközbe látott egy gyerekcsapatot futballunk, és így beállt, és mivel sok szandáló rajta belerúgott egy kőbe, és nem tudott kellő gyorsasággal. Azon kívül hát Szedelkény Erinben meg volt még a tanári hajlam, amit például abban mutatott ki, hogy mindig megkérdezte őként Bertha Gulcsot, hogy ebben a novellában mit akar mondani. És a Bertha Gulcs azt mondta, hogy ő itt egy balatoni szép délelőttet akarták látni. Nem volt neki sem szándéka más. Hát akkor aztán később a Szedelkény kezdett szelidülni olyannyira, hogy túl szelidül a célnak és a legfőség kulturális vezetésnek a szintjén. És akkor azok, akik nem, illetve akiket ő kezdetben nem közölt, azok jöttek a kedvenc írói. Hát itt említem Mészőt Dezsőt, illetve Miklóst, aztán Vörös Sándort, akit szintén azelőtt nem lehetett közölni egy ideig, aztán Mándi Iván olyannyira, hogy a Pártközpontnak a kulturális bizottsága, vagy mi volt, tagozata egy emberét ide leküldte, aki meg bírálta a lapot, és akkor kezdődött a kisnek az állandó fúrása. Illetve akkor már Szedelkényit is fúrták, de őt még nem ilyen súlyosan, csak úgy, hogy minden alkalommal, szinte minden alkalommal volt benne egy olyan cikk a lapba, ami miatt a pártbizottságnak jelentést, igazoló jelentést kellett adni. Hát szerencsére itt a pártbizottságnál olyan emberek voltak, akik hát elhárították a részt a feje felül, de azért többször járt itt, és hát itt Pécsnek a képviselője volt, sok kellemetlenséget okozott. Viszont ismételten próbáltam a Szedelkényt rávenni arra, hogy a fiatalok, itt volt egy 30 főnyi fiatal író, tehetség, akik úgy külön csoportosultak, ezeknek a szellemi vezetői volt elsősorban Csordás Gábor, aztán Parti Nagy Lajos, Meliorisz Béla és a Pálinkás György, igen. Na, aztán ezek kiadtak különféle könyveket, én voltam az egyik lektoruk, Bertukac is segített egy-egy könyvük összeállításában. Minden esetre Szedelkény egyiktel mással észrelte, hogy itt valamit kell csinálni, és akkor mindig a pártpolitista nyugdíjba ment, és Pálinkás elmentését fölvette egészen meglepetésszerűen a laphoz alkalmazottként, szerkesztőként, Csordás Gábor és Parti Nagy Lajos. Akkor még egy darabig arra tukancsoltunk. Na most akkor ment a lap folyamatosan, és egészen
közegyként haláláig, aki hát szegény fiatalon, ha jól emlékszem, hogy 2 éves korában hagyott itt minket, de akkor már a jelenkornak országos tekintélye volt, és talán elsősorban ebben azért, mert olyanokat közölt, amik miatt jelentést kezdetik igazni. Na most aztán azután átmenetileg Halama Erzsébet a lapnak a főszerkesztője, de ő előre közölte, hogy ő csak néhány hónapig vállalja, és aztán egy fordulattal Csordás Gábor került oda, és hát ő maradt egészen addig, ameddig Gyula István nem jött és nem vált céljára, mert akkor mint könyvkiadó is